A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Engedjék meg, hogy mai családmagazinunkat Aranyosi Ervin szavaival kezdjem. Tudod-e, mit jelent önzetlen szeretni? Mindenkinek adni, sosem elvenni. Szeretetet szórni az egész világra, a szíved mélyéről fényszonzás sem bárva. Nem véletlenül hoztam ide ezeket a sorokat, hiszen műsorunk mai témája a szeretet. Engedjék meg, hogy bemutassam vendégeinket. Sorba Bence András evangélikus lelkészt, Szrévész Lajos baptista lelkipásztort, Száz Zoltán református lelkipásztort és Tornyai Gábor plébánost. Nagyon-nagyon köszönöm ezt a megtisztelő találkozást, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok meghívásunkat. Ez egy kicsit rendkívüli lesz ez a műsor. A témája is azt hiszem, hogy rendkívüli és mégis mindennapi, mint említettem már, ez a szeretet. Én azt hiszem, hogy ha a szeretetről akarunk beszélgetni, akkor az első és legfontosabb, hogy próbáljuk meg megfogalmazni, ha egyáltalán meg lehet fogalmazni, hogy mi is az a szeretet. Csak bátran. Hát én nagyon nehezen tudnám megfogalmazni, hogy mi a szeretet, mert hogy szerintem elég sok minden kötődik hozzá, tehát elsősorban az érzés az, amit kötünk hozzá, és nyilvánvalóan még köthető hozzá sok minden más cselekvés, gondolkodásmód, értékrend is. Ezért aztán nehezen fogalmazom meg, és örülök, hogy te itt vagy, mert végre egy nő, aki más oldalról fogja látni azt a dolgot, amit mi férfiak látjuk, a szeretetet. Szerintem ez fontos. Igen, mert ha férfias oldalról nézem, akkor azért azt is beleteszem, hogy a szeretet az érzelmen túl benne van egy döntés is, hogy akarom szeretni a másikat. Valamikor nem érzem úgy, hogy fú, most így nem. Szeretném legalábbis egy házaspárokkal találkozom. Mondom én a pályás széléről olyanoknak, akik házasságban élnek, hogy azért van azért biztos egy csomó olyan helyzet, amikor hát ha az érzéseimre hallgatok, akkor nagyon nehezen tudom kimondani a másiknak azt, hogy szeretlek, de hogy mégiscsak ott van mögötte egy döntésem, hogy a haragomon túl, vagy a haragom, vagy az indulatom alatt mégiscsak a másik mellett való elköteleződtem, és ott vagyok. Vagy van az a szeretet is, ami ugye talán a legismerősebb névként, ugye Teréz anya jut eszembe, aki ezt a bizonyos felebaráti szeretetet gyakorolta, hogy az, amit így a versben felolvastál talán, hogy nem azért szeretem a másikat, mert hogy visszakapok érte bármit is, hanem azért, mert nekem van valami, amit én, valami jó, amit meg akarok osztani a másikkal. Például az Istennel való találkozásom, vagy ez ebből való gazdagodásom, és ezt oda akarom adni annak, akinek esetleg nincs, vagy úgy érzem, hogy nincs. Ez is egyfajta szeretetgyakorlás. A szeretet lehet többféle, hiszen másféle szeretetet érzünk a gyermekünk iránt, másféle szeretetet érzünk a társunk iránt, de akár a szüleink iránt is, jól gondolom? Az érzés szintjén igen. Gábor atya ezt mondta, és ebben én egyetértek, amikor azt mondtam, hogy a szeretet az cselekvés is lehet, vagy életmód, életforma, hogy ott azon a szinten nem más, milyen a szeretet, az érzés szintjén természetesen. Illetve amennyiben a szeretethez kapcsoljuk a kötelezettséget is, vagy a felelősségvállalást másokért, ott nyilván más a felelősségem a családtagjaimért, vagy lelkészként a gyülekezet tagjaiért, más a családon belül is más a felelősségem a szüleimért és a gyermekeimért, vagy a testvéreimért. Hát ilyen szinten tényleg különböző szeretetekről beszélhetünk, a felelősség és az érzés szintjén. A belső valóság a döntés szintjén talán nem más. Az valahol közös eredőből születik, abból az eredőből, ahogyan bennünket az Úristen hordoz, szeret. Egyébként itt már megjelentek a mellékhatások is, mert ha valaki szeret, akkor érez akár féltést, érezhet bármi hasonlót, aggodalmat és egyebet a szeretet fél irányában.
ha jól sejtem. De javítsatok ki nyugodtan. Igen. Szerintem itt nekünk meghívottaknak, mindannyiunknak van egy nagyon határozott és jó alapokra helyezett szeretet fogalma, de hát most itt egy stúdióba ülünk. Ha szabad ezt mondani, hogy most egy kicsit az utca embereinek a fejével gondolkodva, ugye a korszellemet figyelembe véve, hogy mi is ez, hogy szeretet. Nagyon sokszor halljuk ezt a szót, illetve próbáljuk kiábrázolni. Ugye egy olyan időben élünk, amikor nagyon sok minden le van butítva. Most itt arra gondolok, ugye, hogy a virtuális felületeken ilyen kis emotikonokkal jelenítünk meg dolgokat, miközben ugye rohanunk. És a szeretet az egy nagyon képlékeny dolog, tehát így megfoghatatlan, de mégis azt lehet mondani, hogy igény volna rá. Tehát ezt nagyon sok ember kifejezi, igazából nem tudunk meglenni nélküle, de mégis, hogyha még egyszer mondom, az utcaemberét kérdezzük, lehet, hogy nem tudja megválaszolni, hogy mi is az a szeretet. Lehet tanulni a szeretetet? Igen. Igen. Az én értelmezésem szerint a szeretet értelmezhetetlen kapcsolatok nélkül. Tehát, hogy csak visszaható a szeretet, akkor az egy önpusztító dolog, illetve többieket kizáró dolog. És a szeretetnek annyi oldala van, amit kapunk mi a földünkre érkezéskor, az a teljes elfogadó szeretet. De a szüleink mindig ebbe a státuszba maradtak volna, akkor hát eléggé félre sikerült volna ez a szeretet. Aztán később kibomlik a szeretetnek többféle arca. És én ezt látom akár ember és ember kapcsolatban, akár Isten és ember kapcsolatban, hogy amit a szeretet indít, és amit a szeretet védjegyez, azok a dolgok általában építő dolgok. De fordítva nem igaz, hogyha féltésből szeretek, félelemből, vagy bármilyen ok van a szeretet mögött, és nem az az egyszerűség, hogy én őt akarom szeretni, és úgy szeretem, ahogy van, akkor azt akarom kifejezni, hogy a szeretet az nem irányítható. Ha minket irányít a szeretet, akkor viszont a legjobb helyekre irányít el. És mivel azért komplett ez a világunk, azért azt nem mondható, hogy minden szeretetből fakadó irányítás az helyes, és ezt kell közben megtanulnunk, hogy a szeretetnek melyik oldalát, melyik arcát alkalmazzuk, vagy engedjük magunk felé alkalmazni, vagy mi alkalmazzuk más felé. Én azt gondolom, hogy a szeretet valamilyen formában tanulható, hiszen gyakorlatilag gyerekkorunktól kezdve, amit a Lajos is mondott, hogy bele, normál esetben egy szeretet teljes légkörbe kerülünk bele. Tehát, hogy van egy tapasztalásom arról, hogy mi az, amikor felén fordulnak, gondoskodnak rólam, vigyáznak rám, etetnek, itatnak, fölvesznek, ha szomorú vagyok, vagy valami. Aztán, ahogy növekszem, egyre inkább nyílik ki számomra a világ, egyre inkább növekednek, vagy tágulnak a kapcsolataim, és egyre inkább lesz arról tapasztalatom, hogy mi az, amikor jól szeretek, és mi az, amikor nem jól szeretek, és hogy hát ebben azt hiszem, hogy van egyfajta, hát lehet talán ezt mondani, egyfajta önzés, mert hogy mindenki valahol arra vágyik, azt gondolom, hogy ő szeretve legyen. Nekem ez az egyik boldogság definícióm, hogy amikor ki tudom azt mondani, hogy szeretek és szeretve vagyok. Tehát, hogy megvan ez a fajta kapcsolódás, és hogy valahol, amikor a kapcsolatokra gondolunk, akkor tulajdonképpen ezért próbálunk küzdeni, hogy eljussak odáig, vagy kiérdemeljem, vagy megszerezzem a másiknak a szeretését, vagy ezt az üzenetet, hogy én jó, hogy vagyok meg. Egy jezsuita szerzetes atya mondta ezt, nagyon idős atya volt már, ilyen kicsit énekelve beszélt, és Lemeshegyi Péter atyának hívták, és ő mondta ezt, hogy akkor azt mondod, hogy szeretlek, akkor azt mondom, hogy örülök, hogy vagy, akarom, hogy legyél. És ez azóta egy bennem maradt ez az éneklő hang, és állandóan mosolygott. Igen, igen.
És szerintem ez talán valahol ez az üzenet, amit megtanulhatok, hogy kimondani a másik felé, hogy örülök, hogy vagy akarom, hogy legyél. Gábor, ez nagyon jó, hogy az élet tapasztalatainkból tanuljuk meg, hogy hogyan szeressünk, de mi van akkor, amikor hiányaink vannak a szeretetből, akkor tanulható-e a szeretet? Számomra ez a kérdés, hogy vajon egy olyan ember hogyan tud megtanulni szeretni, akinek több hiánya van ebből. Hogy akkor is tanulható-e? Lehet-e tudatosan tanulni a szeretetet? Szerintem sokkal nehezebb. Mert nincs az az élménye, ami mondjuk, amiről beszélgetünk. Az jutott eszembe, miközben beszélgettetek, és ez is a kapcsolatokról szól nagyon is, ugye, amit Lajos hozott be a beszélgetésbe, hogy van annak már tizenvalahány év, amikor olvastam egy nagyon komoly tudományos tanulmányt, egy kutatási eredményt. Nem mellesleg egy római katolikus egyetemi tanár írta ezt a blogján, hogy a szeretet és a szerelemnek a biokémiája, tehát ez a kutatásnak az eredménye, és ez a tudományos kutatás nagyon szépen levezeti, hogy úgy vagyunk összerakva, húzalozva, ugye, hogy a különböző ilyen kötődés, meg szeretett hormonok ugye a megfelelő időben kell termelődjenek, és már a születéskor, ugye hát nyilván vannak testi szükségletei az újszülöttnek, meg már ugye benne a magzatnak, de nagyon-nagyon fontos, sőt életfontosságú ugye az, hogy az anya folyamatosan mellette legyen az újszülöttel, mert eközben termelődik az úgynevezett oxitocin, ami a kötődés hormon, és érdekes, hogy az anyába is, és a gyermekbe is. És később ugyanez az oxitocin a házasságban, hát az első együttlét alkalmával. És egyszerűen lenyűgöző, hogy a tudomány ugye a maga eszközeivel hogyan bizonyítja azt, hogy egyszerűen nem tudunk létezni szeretet nélkül. És akkor még nem beszéltünk ugye a dopaminról, a szerotoninról, ugye ez a szeretet hormon, ami termelődik, és összefügg a boldogsággal is, ugye, mit az ember különböző szerekkel próbál magába ugye előidézni. Hát úgy vagyok vele, hogy én is konkrétan húsvér emberekre gondolok, amikor úgy próbálom összerakni, hogy na most, hogy is van a szeretet, honnan tanultam, kitől láttam. És utánzunk, és ez szerintem ebben az értelemben jó, hogyha eltanulunk bizonyos szeretett nyelveket emberektől. Lehet, hogy furcsa, én valahogy úgy gondolom, hogy nektek mind négyötöknek a fő feladata, vagy talán a munkája, vagy hivatása a szeretet. Hiszen akár nem csak Jézus és Isten felé való szeretet, hanem a körülöttetek lévők, a hívők, a gyülekezet iránt érzett szeretet, és én ezen azért mindig csodálkozom, hiszen ti is emberek vagytok, és mégis képesek vagytok erre a határtalan szeretetre. Ezért is gondoltam, hogy kikkel beszélgethetnék erről, ha nem veletek. Hogyha kívülről úgy látod, hogy képesek vagyunk erre hatán, az hízelgő rám nézve. De... És egyben kihívás is. Egyben kihívás is, igen. Ez gyakorlatban nincs mindig így. Sajnos. De törekedtek rá. Hát igen, azt gondolom, hogy ez minden keresztény embernek ugyanúgy a küldetése. Hát azt valljuk, hogy amikor Jézus elhívja a tanítványait, és ebbe beletartozik minden keresztény ember, akkor őket erre küldi ki, hogy legyünk az ő arcképei. Egy házas párnak ezt mondjuk az esküvőjén, hogy ti az Isten szeretetének a megjelenése vagytok itt a világban. A szülők ezt a küldetést kapják, azért van a parancsolatok sorában éppen az ember és az Isten vonatkozó parancsolatok között állva az, hogy tiszteld apádat és anyádat, mert hogy a szülők azok valamiképpen az Isten megjelenítői a gyermekeik számára. Tehát ez nem a papoknak a feladata, hogy hát korlátlanul mindenkit szeressünk, hanem ez minden keresztény embernek feladata, de hát ez megint egy tanult dolog, hogyha én átélem az Isten szeretetét.
hogy a Pál apostolnál vesszük azt észre, hogy ő minden, majdnem minden levelében megemlékezik arról az hatalmas váltásról, ahogyan őt megszólította Jézus a damaszkuszi úton, és hogy ettől az élménytől nem tudott szabadulni, nem is akart. És azt hiszem, hogy ebben így vagyunk, hogyha átéltem egyszer azt, hogy az Isten mennyire szeret, és milyen méltatlanságom ellenére, kicsinségem ellenére, és a Lázár Ervin így mondja a Mikka-Makka, vagy nem, Macskamati virágja című meséjében, hogy miért szeretlek csak? Igen, csak azért, igen. Isten na, az csak az igazi szeret. Igen, ez a szeret, hogyha ezt átéltem, hogy valaki csak szeret, akkor nem fogok tudni nem szeretni. Elmesélek nektek egy történetet. Én, aki igazából nem tudom elképzelni az életet, hogy ne úr nélkül, hogy ne szeressek, és hogy ne érezzek szeretetet, időnként azért csodálkozom, hogy tud ez az érzés lenni és működni. A napokban volt szerencsém beszélgetni egy könyvről, amelynek az a címe, hogy Nagyapám engem agyonlőtt volna. A könyv írója egy kedves. Ismerős. Nem, csak kedves a címe. Igen. Nem, és nagyon mély tartalmakat takar. A könyv írója egy félvér hölgy, aki azt hiszem, hogy Németországban élt, nagyon sokat volt a nagymamájával, nagyon szerette a nagymamáját, szoros volt a kötelék, és felnőtt korában tudta meg, hogy a nagymama férje, azaz a nagyapja, tömeggyilkos volt egy haláltáborban. És ott volt a kép előtte, ahogy aztán kiderült, mikor kutakodni kezdett utána, hogy a nagymama és a nagypapa végtelenül szerette egymást. Ott éltek a haláltábor szélén, és a nagypapa, aki különös kegyetlenséggel bírt, ült a teraszon, és a táborban élőket a teraszról lövöldözte, miközben a nagymama bent a fejét a párnába dugta, hogy ezt ne hallja, és mégis tudta szeretni ezt az embert, hogy gyakorlatilag végignézte, hogy mit csinál, és gyakorlatilag a nagymama jó érzésű volt, tehát nem volt ilyen, és mégis tud, hogy lehet ilyen embert szeretni. Tehát nekem ez így megfordult, hogy te jó ég, hát de hogy? Hogy mire képes a szeretet? Ez egy borzasztó érzés lehetett akkoriban. Miért tudta szeretni vajon? És vajon a szeretete? Mert itt azért Lajosnál is, meg Gábornál is előjött az, hogy a szeretet bizonyos helyzetekben más és más. Hogy ez a teljes elfogadó szeretet, az a gyermekkornak az igénye vagy szükséglete. Nem kell egy olyan szeretet is, amely irányít, nevel, amely határt szab? Hogy vajon az nem ugyanúgy szeretet-e? Pár perc előtt kérdezted, hogy ugye nekünk kellene ugye a szeretetnek a legalapvetőbb dolgaival rendelkezni mindenki felé. Ez annyiban igaz, hogy amikor behívott bennünket az Isten a szolgálatba, akkor azt tudom, hogy engem beszeretett. Tehát nekem megvolt az elképzelésem az életről, egy teljesen más irányba, viszont az Isten szeretetével, amikor találkoztam, akkor egyrészt ez a szeretet megengedte a saját döntésemet, tehát nem kényszerített. Viszont azt is észrevettem, hogy ez két irányú, hogy szeretne behívni az ő munkájába, hogy utána én el tudjak indulni, és ez szerintem nem feltétlenül a lelkészi elhívás vagy a papi hivatásnak a megértésénél alkalmazható ez. És amikor ezt megértettem, akkor arra jöttem rá, hogy viszont bennem még annak ellenére, hogy ez olyan, mint az első szeretet, amikor fülig szerelmes valaki valakibe, és ilyen az Istennel is, hogy jé, Istenem, te ezt gondolod rólam, és akkor beleállunk mondjuk egy lelkészi vagy egy papi hivatásba, és rájövünk, hogy nálunk nincs meg minden a szeretetből. És tulajdonképpen innentől kezdve az Istennel való kapcsolatom függvénye, hogy én tudok-e szeretni, vagy hogy jól tudok-e szeretni. Én néha lelepleződtem magam előtt, hogy nem jól szerettem. Néha keményebben, néha lágyabban, de az iménti példa is, amit említettünk, hogy igen, valószínű, hogy ez a férfi, nem ismerem, tehát nem tudok róla véleményt mondani, csak a következményeiből,
a szeretetető egy nagyon vékony, nagyon kis réteg szegmensre tartogatta, de az Isten az szeretné, hogyha ez kiteljesedne minél több emberre. Sőt, azzal is találkoztam a saját életemben, hogy az Isten átszeretett olyan helyzetekben, és az ő szeretetével átsegített olyan helyzetekben, mikor megláttam, hogy fú, ezt az embert meg miért szeressem, és akkor megértettem, hogy most azért került elém ez a dolog, azért botlottam bele, hogy tanuljak meg egy kicsit bővebben szeretni. Vagy fordítva, amikor én bővítettem volna ezt a szeretet igényt vagy adást, akkor az Isten megmutatta, hogy valahogy azt látom, hogy a Krisztus szeretetének a mértéke az, ami bennünket a helyes úton tart, most így szakmailag. De nyilván itt van egy család, vagy én úgy gondolom, hogy Torony atyának is megvan a családja, sőt megvan a házastársa, abban az értelemben, hogy ő odaadta magát teljesen az Istennek. Tehát alapvetően én azt érzékelem, hogy a kapcsolatokban a családunk, a házasságunk, a hivatásunk, a munkánk és a tágabb környezetünk, ez az, ami bennünket arra sarkal, hogy szeressünk, illetve tanít meg, reflektál, hogy ez a szeretet létrehoz-e változást. És talán azzal hadd zárjam le ezt a gondolatot, hogy nagyon könnyű és jó szeretni akkor, amikor az én szeretetem viszonzásra talál, vagy ha azonnal nem is talál viszonzásra, de idővel változáshoz, és akkor az Istentől még azt is meg kell majd tanulnunk, hogy akkor is kell szeretni, amikor se változás, se viszonzás, semmi nincs. Tehát rengeteg olyan ember van a világon, aki nem foglalkozik az Isten szeretetével, és akkor Isten így maga mellé ültet, és azt mondja, hogy hát most a következő körben, lehet, hogy ez a 23-as év lesz, meg kell tanulnod azokat szeretni, akik soha nem fognak viszont szeretni. De ez nem arról szól, hogy mindig ebből áll az életünk, de van ilyen szegmense is az életünknek. Egyszer egy felnőtt hitvonalon volt ebből egy jó kis veszekedésünk, vitatkozásunk, csak nők ültek velem szemben. És akkor az volt a téma, valahogy így előtt ez a házastársi szeretet téma, és így azt mondtam, hogy az igazi szeretet azért arról szól, hogy szeretem a másikat, és nem várok érte viszonzást. Agya, hát ilyet nem lehet. Hát az a legkevesebb, hogy akkor ő viszont szeret engem, hát akkor miért szeressem, meg hogy szeressem, mondom, ez a szeretet, ez igazából az a baj, hogy ez rólad szól, mert azért szereted a másikat, hogy majd viszont szeressen téged. Akkor tulajdonképpen nem őt szereted, hanem magadat, mert ha... Ez üzlet. Igen, ez egy jófajta biznisz, igen. És hogy nagyon nehéz úgy szeretni, ahogy mert hogy valahol bennem van a vágy, hogy ha én adok, akkor nekem abból hiányom lesz. És hogy vágyom arra, hogy én is betöltek, én is kapjak valamit. De abban a pillanatban, hogy elvárom, onnantól kezdve az nem egy szabad kapcsolat lesz, hanem egy ilyen üzleti kapcsolat. És hogy nekem az Istennel való kapcsolat, ha így a papi sapkámat így most így előveszem én is, akkor... Hát a papi sapkám is néha ilyen torony, hogyha megjegyzik hétköznap is, de hogy... Hogy ez jut róla eszembe, hogy ő valahogy így csinálja, hogy akkor is szeretlek, ugye ahogy a Lázár Edvin mesében, hogy akkor is szeretlek, és ha viszont szeretsz, az nagyon jó, ha nem, akkor is szeretve vagy. Csak ezt az emberi szinten szerintem nagyon nehéz. Meg a másik az Istennek van egy nagy előnye, hogy ő alapba szeretetben van. Tehát, hogyha most neki kell teologizálni, hogy az Atya-Fiú szeretet közösség, Szent Háromság szeretet közösség, tehát hogy ő neki... Azt mondja, én viszont szerettem, most mondhatom azt, hogy ég is tök mindegy. Neki akkor is a lényéhez tartozik. Igen. Igen. Bocsás. Nem, parancsolj. Egy-két. Csilla, hogyha szabad visszatérni ehhez az íráshoz, ez most nagyon megmozgatta a fantáziámat. Tulajdonképpen azért fogja meg a szívünket az, amikor ilyen kontrasztokban hallunk a szeretetről, mert ugye van egy olyan ember, aki minden rosszat megérdemelne, csak épp azt nem, hogy szeressék. Hát ugye koncentrációs táborba lövöldöz másokra, csak úgy kioltja a mások életét, mint mi nyáron egy szúnyognak az életét, bocsánat, hogy ezt mondom. És mi szeretni valóban egy ilyen emberem? És valójában az a vonzó ezekben a történetekben is, azt gondolom, hogy az emberiség úgy egészében vágyik az ilyen történetekre, mert ez az evangélium. Tehát az evangélium az, hogy az emberben nincs semmi szeretetre méltó. Bocsánat, hogy így kimondom, de ez az igazság.
Tehát én is lehetnék az az ember, aki a koncentrációs tábor őrtornyából lövöldöz. Tehát ide lealjasodhat az ember, és le is aljasodik. Ugye egyházi szóval élve, vagy bibliai szóval élve, csak kegyelem az, hogy nem jutunk ide. És ehhez képest mégis szeret minket az Isten. Tehát ez az, ami egyszerűen lefegyverez. Nem tudom másképp mondani, lefegyverez. Vagy ahogy egy szabadult iszákos barátom, ismerősöm fogalmazott, hogy tehát amikor nagyon mélyen volt ugye az alkoholizmusban, akkor itt kiszerette az Isten ebből a bűnéből. Tehát én úgy vagyok vele, hogy amikor a szeretetről kell beszélnem, vagy prédikálnom, ugye igét hirdetnem, mert éppen ott van a bibliai szövegben, akkor mindig az az első, hogy azzal szembesülök, hogy deficit. Ez részemről ez deficit. Képtelen vagyok. Most kicsit így, hogy mondjam, oldva ezeknek a mondatoknak a súlyosságát. Még az a jó, hogy nem az egész családomat hívták meg ebbe a stúdióba, mert lehet, hogy a lányaim, akik már lassan fiatal felnőttek, vagy a feleségem azt mondná, jó, ezt most hagyjad. és mégis ezáltal változunk, hogy Isten azáltal tette szerethetővé az embert, hogy szerette, mert szerethetetlen az ember. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető, hogy így megfogható. Tehát ez az evangélium. És igazából nem szól, vagy nem szólhat másról a hívő élet. Ugye ez az, amire nekünk most emlékeztetni kell azokat, akik ránk bizattak, hát család, gyülekezet, stb., hogy az Isten ennyire elkötelezte magát az ember felé, hogy és ezt egy életen át, hogy mondjam, ebből élhetünk, ebből a tartalékból. Nagyon-nagyon megütötte a fülemet az, hogy azt mondtad, hogy határtalanul, nem tudunk határtalanul szeretni, de mégis akkor, amikor abból a tartalékból szeretünk, ami az Istené, az enyéméből nem. Tehát én jegyes beszélgetéseken szoktam mindig mondani vagy többnyire a házasulandóknak, felteszem ezt a provokatív kérdést, hogy na, meddig tart a méz? És akkor néznek rám, hogy milyen méz. És meddig fog az tartani, amire ti azt mondjátok, hogy mézes hetek, hónapok, évek, utána mi van? És akkor ugye így haladunk afelé, hogy nehogy úgy induljatok el azon az úton együtt, hogy a ti tartalékotokból kell egymást szeressétek, mert az nagyon véges. Azt hiszem, hogy most kezdünk igazán belemelegedni ebbe a témába, pedig a műsoridőnk sajnos lejárt, de nem szeretném, hogyha a búcsú mondat nélkül kellene tényleg így hirtelen megszakítani a beszélgetést, így arra kérek mindenkit, hogy búcsúzóul egy mondattal foglalja össze a beszélgetésünk lényegét az ő felfogásában. Nem tudom, milyen sorrendbe kezdjük ismét. Hát András. András a bős, a mai napőse. Azt mondanám, találjuk meg a szeretet forrását ahhoz, hogy tudjunk szeretni. Ez nagyon szép volt. Lajos? A szeretet szeret szavakban megnyilatkozni, de ami ahol a szavak kevesek, ott előveszi a cselekedetet vagy a tettet. Kettő közül valamelyik hatni fog. Ezeket az idézeteket le kell, hogy jegyezzem később. Zoltán? Engem azt foglalkoztat mostanában is, és ez tényleg egy nagy kihívás a mai korszellemben, hogy folyamatosan azt kell megértetnünk önmagunkkal elsősorban, de mindenkivel, akivel kapcsolatban állunk, hogy Isten szeretet, de ugye ennek a fordítottja a szeretet viszont nem Isten. Mert ma éppen ezt akarják mindenhol elhitetni, ezt a hazugságot, hogy maga a szeretet az Isten, hát nyilván ez kis ível. Tehát ugye ezt nagyon fontos üzenetnek tartom, hogy Isten a szeretet, és nem a szeretet az Isten. Komoly kihívás, hogy valami bölcsességet mondjuk én is. De én benne most csak az mocorok, hogy vegyük észre azt, hogy szeretve vagyunk, és ezt nem csak az emberi kapcsolatokra értem, hanem mondjuk, ha kicsit kinyitom a szememet, és az engem körülvevő világot is észreveszem, hogy mennyi minden szépség meg érték van benne, hogy mennyi minden ajándékot kapok az Istentől,
de ez mind az ő szeretetének a műve, és ha ezt észre tudom venni, akkor ez mindig gazdagítani tud engem is, meg miattam, hogy rajtam keresztül másokat is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönök minden szót. Köszönöm Bence Andrásnak, köszönöm Lajosnak, Révész Lajosnak, köszönöm Száz Zoltánnak, és Tolnyai Gábornak természetesen, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Családőrzők című műsorunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Addig is kellemes televízió nézést kívánok. Viszontlátásra! Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.